amelyik egyik alapvető megoldás lett a kelta zenére való ráépítkezés. Egyébként történelmileg, hogy mondjam el, hogy a magyarok előtt, tehát a bejövő magyarok előtt itt kelták éltek ezen a részen, tehát nem olyan marha messzire vagyunk itt egymástól, ne tévedjük, tehát ha itt valaki kelta zenét játszik, az hazai zenének minősül. Tehát itt az ókori rómaiak üzték el az akkor itt levő keltákat, szabályi játékokat, szombathelyi játékokon ez már is látszik, akkor ijedtek meg, amikor a gyönyörű szép rómaiak ellenért, én is kivonultam ebből a cuccba, és lefújtam egyet. Nem Skrével, hanem Dudával, most meg tovább. A Skót Duda az nem csak a rockzenének lett alapja, hanem későbbiekben mindenféle egyházzenei darabnak is. A legelőször, amit játszottam már, az egyházzenei darab volt. Egy nagyon furcsa egyházzenei darabot fogok játszani, Bells of Dunblane. Dunblane harangjai. Egyházzenei darab, és a rockosok sem kímélték meg. Tehát ez egy olyan darab lett végül, ahol aztán mindenki összefutott egy számba. Még egy valamit, ezt halkan játszani nem lehet. Tehát a Skót Duda, mondom, az eleve 100 decibel alá nem nagyon tud bemenni. Tehát azt akárhogy próbálkozom sehogy se, inkább 120 fölött szeretne kitörni, ez a leszálló Jumbo Jet hangeréje. Én ezt vissza tudtam szedni, azt hiszem 110 környékére, tehát az, így ebből a távolságban nem érzik meg senkinek, se a füle remélem. Tehát úgy kell ezt hallgatni, hogy egy nagyon visszafogott, nagyon hangon Duda, amit én játszom most néktek, és beleszólt Dunblane, tehát egyház zenek darab. Ja, nem mondtam el a választ. AC/DC, nem? Annak a gitárosa, nem? Az AC/DC énekese az is. Angus Young. Az a fiú, de nem. Nem? De nem. Ausztrál. A Oldfield az majd később jön. Azt majd négy számban, figyelj, számolja négyig, és azt mondd be, és akkor nyerni. Nem, a Mark Knopfler volt a Dire Straits-nek a gitárosa, majd megiszom előttetek a whiskyt. Jó, hogy szóltatok, mert fölteszek kérdést, hogy szeretettem. Na, most már lehet a Dunblane.